Az első kenyérszaporításról fogok szólni, aztán majd a többit meglátjuk. Jó lenne még a Kánaáni asszonynak a kéréséről beszélni, amikor a lányának a gyógyulásája jár közben. Ugye az első kenyérszaporítás. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, hogy mi mindent tettek és tanítottak. Így szólt hozzájuk, gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit, mert annyian felkeresték őket, hogy még enni sem maradt idejük. Márkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elindultak és kitalálták szándékukat, erre a városokból mindenhonnan gyalog oda siettek és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már későre járt az idő, tanítványai azért odamentek és szóltak neki. A vidék elhagyott és már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaikba ennivalót szerezni. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Azok megkérdezték, talán elmenjünk és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik. Erre megkérdezte, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzetek körül. Körülnéztek és jelentették, 5 és 2 halunk. Erre meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepen. Le is telepedtek 100-as és 50-es csoportokban. Akkor fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre és hálát adott. Megtörte a kenyeret és odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A 2 halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól lakott, a maradék kenyérből és a halból 12 kosarat szedtek tele. A kenyérből csak férfiak 5000-en ettek. Ugye hát úgy indul a történet, hogy Jézus azt mondja, hogy menjünk el egy elhagyott helyre, gyertek és pihenjetek egy kicsit. Ez fontos azért, hogy Jézus nem akarta a saját tanítványait se halálra hajtani. Szóval tudta Jézus, hogy rövid az idő, mert amikor ez a kenyérszaporítás történik, akkor már a zsidók már nagyon fel voltak háborodva Jézusnak a munkájával kapcsolatban, de ennek ellenére is azt mondta, hogy gyertek és pihenjetek egy kicsit. Szóval néha álljatok meg. Úgy gondolom, hogy ez régen se volt, ez nagyon egyszerű, még amikor mi ilyen fiatalok voltunk, akkor ment ez a másodállás, meg KFT-ztünk munka után, meg GMK, meg mindenféle ilyen dologban próbálták az emberek, és azért ez mindenképpen bosszút áll az emberen. Szóval aki hétközben dolgozik keményen, hétvégén meg maszekol, akinek nincs megállása, az mindenképpen. Tehát egyszerűen ugye, az ne felejtsük el, hogy Jézus az Isten fia, és jobban ismeri az embert, mint ahogy sokszor mi magunkat ismerjük, és tudja, hogy néha meg kell állni. Akkor is képes az ember nagyon sokat dolgozni, amikor éppen nagyon nincs miből jól élni, de azok is rengeteget dolgoznak, akiknek nagyon jól megy. Mert most van itt az idő, most úgy érezzük, hogy nagyon jól, vagy jól megy a cég, vagy jól megy a vállalkozásom, vagy most értek a szakmámhoz, és akkor csinálom ezerrel. Ugye sokat beszélgettünk szívorvosokkal, ugye az elmúlt lassan egy éve lesz, hogy Miklós meghalt, és akkor sokat beszélgettünk, és igazából a szívorvosok azt mondták, hogy 2féle módon lehet kinyírni egy szívet. Az egyik mód az, hogy túlhagyja magát az ember, a másik az, hogy túllustálkodja. Érdekes módon. Tehát ez egy kicsit azt is jelenti, ez a túllustálkodás, ez nem azt jelenti, hogy többet kell hajtani, ez azt jelenti, hogy néha mozogni kéne. És ezt azért úgy rendszeresen kihagyjuk az életünkből, hogy kicsit mozogni, vagy venni egy szobabiciklit, vagy valami. Egyszerűen az embernek tönkre megy a belső háztartása, hogyha valami mozgása nincsen. És ugye azért mondjuk 1 vagy 2 generációval előtti embereknek nem kellett szobabicikli, meg kiment hajnalba kapálni, az kapált egész nap, mondjuk azért meg volt a mozgása, de a mai városi modern embernek mit mozog? Jó esetben gyalogjár a munkahelyére, de oda sem, ha általában BKV-zunk. Tehát valami mozgás kell. Úgyhogy ez a megállás és ez a pihenés minden módon kell az embernek az életében. Nyilván ismerjük azt a ritmikusságot, ugye, hogy Isten úgy alkotja meg a rendet, hogy azért a 7. napon meg kell állni. Tehát a zsidók ebből ilyen fóbiás törvényt csináltak a szombatnapi megállásból, Jézusnak sok konfliktusa volt ugye a zsidókkal, hogy akkor most szombaton szabad-e jót tenni, vagy nem szabad.
Most mindegy, hogy melyik nap, nekünk nyilván a feltámadás miatt a hetedik nap az a vasárnap. Van az embernek egyszer szüksége arra, hogy egy héten egyszer megálljon, egy kicsit visszanézzen, hogy mit csinált és hogy csinálta, meg egy kicsit a jövő héten nézzen, hogy akkor, hogy mit csinálok másképpen. Na, ebben a kenyérszaporítási csodában, azt, ha végignézzük az egész Jézusi történetet, meg ugye a csodák sokaságát is végignézzük, akkor azt látjuk, hogy igazából ez az a csoda, ahol a tanítványok nagyon aktívan részt vesznek. A legtöbb más csodában ugye a tanítvány csak szemlélők. Nézik, ahogy Jézus tanít, halljátok, ahogy tanít, és nézik a csodákat. Itt az apostoloknak odaadja az apostoloknak, és az apostolok azért 5000 embert megetetni, úgy körüljárni, tovább törni a kenyeret, meg kiosztani, azért ez is egy komoly, benne van. Az minden evangélista leírja. Vannak olyan csodák, amit csak ez egyik vagy a másik írja, de a kenyérszaporítás csodáját minden evangélista leírja. Valószínűleg azért, mert amiben benne vannak, az nagyon beépül az ember életébe. A gyerekkorunkra visszagondolunk, akkor a legtöbb emlékünk azokból a dolgok van, amit mondjuk együtt csináltunk. Vagy a család, vagy az apámmal, vagy az anyámmal, vagy valamit, amit együtt csináltunk. Emellett 100 másik jó dolgot tehettek velünk valószínűleg a szüleink, csak amit úgy tettek velünk, az úgy történt velünk, nem igazán épül be, de amit együtt csináltunk a szüleim, nekem majd csomó olyan emlékem van, ahol apámmal dolgozunk. Még azokra a kerítésekre, vagy akármikor is emlékszem, amit együtt csináltunk. És biztos 100 másik dolog is történt a gyerekkoromban, amiben én úgy nem vettem részt, és arra nem annyira emlékszem. A tanítványoknak ez nagyon beépült. És Jézus többször visszautal, amikor a hitükkel van probléma, akkor többször visszautal Jézus erre, hát emlékezzetek a kenyérszaporításra. Hogy ez teljesen lehetetlen és irreális volt, hogy 5 kenyérből, 2 halból ennyi embert megetetni. Ugye azt mondja, hogy csak a férfiak, hát hány nő meg gyerek volt ott még ebben a csapatban, azt nem is tudjuk. Igazából itt már teljesen mindegy, 5 kenyérből, ha 100 embert lakott volna, jó, az is csoda. De ez a mérhetetlen isteni bőségre utal, hogy ennyi ember van ott. És ennyi embert jegyeznek föl. Jézus nagyon törődik a rengeteg tanítónak az élet történetét ismerjük, ugye, még Krisztus előtti korokból is, de úgy valahogy ez semmi nagy filozófusnál és tanítónál nem jön ki úgy, hogy ő a testi szükségleteivel is foglalkozna a tanítványoknak. Elmondják a nagy bölcsességeket, igéket, stb. Krisztus komolyan többször is odafigyel arra, hogy az embernek testi szükségletei is vannak. Tehát nagyon sokat a léleknek a szerepéről, meg az örök életről, meg aztán Szent Pálék ezt nagyon kibontják ezt a dolgot, hogy ugye a test nem annyira számít, és a lélek, meg az élet, meg stb. De Krisztusnak végig figyelme van arra, hogy igen, gyertek, pihenjetek, mert testetek véges, gyertek, és akkor most lakassuk jól a népet, mert enni kell. Szóval ezek ilyen teljesen hétköznapi szükségletek. Általában nagy tanítók ezzel nem nagyon foglalkoznak, Jézusnak fontos. Én úgy gondolom, hogy Jézusnak ma is fontos. Hogy az ember nem csak lélek, hanem test is. És azok a megállások, amit az embernek hetente tenni kell, az valószínűleg a testnek a rendben, a karbantartásáról is szólnak. Nem csak arról, hogy vasárnap délután alszunk egy jót, az is, de mindenképpen valami. Tehát amikor a család elmegy, és sétálnak egyet az erdőbe, vagy valahol elmennek kirándulni, az sokat tesz. Tudom, ezek ilyen idilli dolgok, de néha el kell menni. Néha el kell menni. Nagyon fontos az a mérték, hogy akkor az ember most álljon, figyeljen, hallgassa Jézust, vagy állandóan csinálja a dolgát. Van ennek egy ilyen tipikus példázata, ez nem példabeszéd, hanem Jézusnak az egyik eseménye, amikor bemegy Lázáréknak a házába, és akkor ott van két testvér, Márta és Mária. Ugye minden Mária ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk a Lukács evangéliumban. És akkor az egyháznak van egy ilyen változása, ugye még 50 évvel ezelőtt is, meg 100 évvel ezelőtt is ugye az egyházi tanítás azt mondta, hogy hát Mária. Ez nem Szűz Mária, hanem Lázárnak az egyik testvére Mária. Azt mondja, azt tudta, hogy most itt a helyzet, itt van Jézus, le kell ülni és hallgatni kell, figyelni kell. És ugye az egész keresztény mentalitásra azt mondták, hogy kérem, meditálni kell. Ülni kell, imádkozni kell, meditálni kell, oda kell figyelni az Istenre. Tehát egy ilyen szerzetesi, kolostori és remetei életet kell rendszeresen élni az embernek, annak ellenére, hogy a hétköznapi világban él és dolgozik. De ez a legfontosabb dimenziója a keresztény ember. Ül, figyel, imádkozik, gondolkodik, töpreng, próbálja hallani az Isten szavát.
És akkor jött egy nagy változás ugye az egyházban, ennek az utószeleit még ma is érzem a nagy karitatív felhívásokban, és stb. Azt mondták, hogy kérem, Márta. Azt mondták, ez a szolgáló egyház. Az egyháznak az a dolga, hogy szolgálja a világban az embereket, az elesetteket, a jókat, a gonoszokat, térítse meg, stb. Tehát akkor Máriának ez a visszahúzódó és meditálós része, vagy Mártának ez a szorgalmas szolgáló része. Bizonyára ott van a helyzet, hogy mind a kettő kell. Tehát Jézus nem mondja azt, ugye, mert ugye akkor megáll Márta, és azt mondja, hogy hát szóljam a Máriának, hogy segítsen, hát egyedül szolgálok itt ki, meg egyedül csinálok. Azt mondta Jézus, nem azt mondta, hogy akkor te az ember vagy, és haszontalan vagy, meg nem értesz hozzá, stb. Azt mondta, hogy Mária a jobbik részt választotta itt és most. Ez nem azt jelenti, hogy akkor Mártát leértékelte ezért. Azt mondja, hogy én most vagyok veletek, ezt máskor is mondja Jézus, hogy nem leszek mindig veletek. Tehát akkor kell a násznépnek még jól élni, amikor a vőlegény még velük van, amikor már nincs velük, akkor majd imádkoznak meg, gyászolnak meg. Tehát valószínűleg az életünkben is ennek az egyensúlyát keresünk egy életen keresztül, hogy mennyit álljunk meg, mennyit pihenjünk. Az ember, hogyha túl pihenni magát, akkor lógásnak érzi. Ez a világa, meg mondjuk ez a kor azért nem nagyon hagyja, hogy az ember túl sokat lustálkodjon, de azért ugye el lehet tolni időket. Mindig zavarunk van ebből az időbeosztással, hogy annyi mindent csinálunk, és akkor az ember mindig úgy érzi, hogy le van maradva. Mindig le van maradva a munkájával, vagy a háztartásával, vagy akármivel mindig le van maradva. Tehát ennek az egyensúlyát azért keresni kell, és akármennyire is a megállásoknak az idejét ráfordítanánk munkára, én azt gondolom, hogy nem megy többet. Nem megy jobban azért, mert én az összes pihenésre szánt időmet is inkább munkára fordítom azért, hogy előrébb legyek. Valahol az ember, a pihenés nélküli ember, az egyszerűen nem tud úgy koncentrálni, nem tud úgy figyelni azokra a munkákra, amit neki hétköznap csinálni kell. A tanítványoknak azért komoly feladata van, és a mai tanítványnak is komoly feladata van, és ezt anélkül tenni, hogy néha megáll és gondolkodik azon, hogy hogy teszi a maga keresztény feladatát, ezt nem lehet. Tehát kapkodássá válik az egész. Nagyon szerettem Pregun atyát, az előjáróink közül talán a legjobban, bár nagyon szigorú és nagyon, nagyon kemény volt velünk, de akkor van egy dolog, amiben azóta is ezt úgy szerettem volna vele megbeszélni, mielőtt megha. Tehát ő azt mondta, hogy egy papnak egy bizonyos mértékig menedzsernek is lenni kell. Írtózom ettől, hogy menedzsernek kell lenni. Azért kellene, ezt a rómaiak jobban csinálják, azért kellene jó civilek egyébként egy-egy plébánián, hogy azok csinálják és szervezzék és menedzseljék. De papnak nem ez a dolga, hogy menedzser legyen. Tehát a menedzserek, ez ma egy ilyen betegség, ez a menedzser betegség. És nem tudom, annyira különbözőnek érzem ezt az elhivatottságot a menedzselésnél. Tudom én, hogy nagyon sokat ér, amikor egy pap szervez dolgokat, de valahogy nem ebben érzem. Tehát Jézus valószínűleg nem ezt szánta az akkori apostoloknak. Az apostoloknak azt szánta, hogy pünkösd után kiálljanak és hirdessék az evangéliumot. Tehát ez a két legfontosabb dimenziója az egyháznak, amit nekünk szánt az Isten, az, hogy hirdessük az evangéliumot és szolgáltassuk ki a szentségeket. Ez a két kötelező gyakorlata van. Minden más, amit ezen kívül csinál az egyház, akár milyen szinten ugye összefonódik társadalommal, politikával, bármilyen, az szinte mindig mellékúton jár. Nem lehet kimaradni ebből a társadalomból, meg persze intézményeink vannak is, nagyon kellenek, mert ott azért lehet az evangéliumot sajátos módon hirdetni, iskolákban, stb. Bár azért az egyházi iskolákról azért nekem vannak kétségeim. Tehát a két réteget látok az egyházi iskolákban, ezt láttam Nyíregyházan is. Van a nagyon jó elit réteg, aki odajáratja, mert azt mondja, hogy kérem minőségű oktatás. Ez az egyik része az egyházi iskolán, a másik meg az összes többi a hülyék, bocsánat. Aki azt mondja a gyereke, hogy én nem tudtam eddig megnevelni, beadom az egyházi iskolába, majd neveljék meg ők, legalábbis gimnáziumi szinten. Tehát belebuktunk a gyereknevelésbe, és tele volt ilyen szanaszétulott családokból persze, és szanaszét meg nem nevelt gyerekekből. Sokszor a szülők is olyanok voltak egyébként, de egy nagy küszködés. Tehát ez a kettőség azért úgy mindig megvolt. Tehát valószínűleg ezt egyensúlyba kell csinálni, szolgálni és odafigyelni. Akkor, amikor ezek a tanítványok pihentek, akkor tudta Jézus, hogy most pihentek, és utána küldte őket, hogy na, akkor menjetek és hirdessétek tovább. De ez a megállás, ez nagyon fontos volt. Ez a
Azt mondja Jézus, hogy gyertek velem egy magányos helyre, menjünk el. Na, nem tudom, kinek mennyi ilyen élménye van, hogy leül, lehet, hogy csak egy terasza, vagy lehet, hogy ha van kertje, akkor leül egy kertbe, vagy kimegy valahova a városon kívül. Ez nekünk itt a belvárosban nagyon nehéz. Tehát, hogy szoktunk utazni, megyünk hivatali dolgok, Nyíregyháza, stb., akkor veszük észre, hogy tavasz van, amikor kimegyünk a városból. Megyek az autópályán, ez hát minden zöld. Tehát itt még nekünk még csak van egy pár fa itt a rózsák terén, de hát a belvárosban egyszerűen nincsen. Nem veszem észre, hogy tavasz van. A temetőkben észreveszem, hogy ki van virágozva minden gesztenyefa. Két hete voltam még, akkor levél is alig volt. Tehát ezek a, ugye a gesztenye az első, ami... Tehát szerintem tudni, a gesztenyefák meg ekkora virágokban ki vannak virágozva gesztenyefák. Főzött? Hát igen, igen. Talán egy gesztenyefa a patróna udvaron is van, tehát ki van virágozva. Ugye, és pillanatok alatt történik, ez nem veszük észre. Tehát ez a gyertek velem magányos helyre, Jézus néha kiviszi a melóból az a tanítványait. Szóval üljetek, kell, hogy legyen néhány olyan élményünk, hogy leülök egy padra, semmi, hát menjek ki a temetőbe egy sírhoz, és akkor üljek le ott egy padra, teljesen mindegy. De hogy csendben lenni, kérem. A kikapcsolódásra számtalan módot ajánl a világ, és ezek mindig ilyen fárasztó nagy utazásokból, meg mindenből áll. Kérem, a kikapcsolódás az akkor jön leginkább létre, hogyha én bekapcsolódok a természetnek a világába. Ha ülök egy csendben, és nézem, ahogy egy fűszálon hintázik egy katicabogár. Tehát ez a... Egyszerűen rácsodálkozom Istennek erre a harmonikus rendjére. Nem értesz egyetetek? Maximálisan bocsánatot kérek, csak hogy olyan szívesen meghívjuk a csapatot egy kicsit kapálni Budaörsre. Ja igen, hogy a telken egy kicsit, hogy mozgás is, meg természet is, ugye? Tehát igen, igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre figyelni kell, hogy az embernek nem kell feltétlenül óriási pénzeket költeni a kikapcsolódásra. Ez a bekapcsolódás az Istennek a természet rendjébe, csak ehhez a belvárosban egy kicsit kijebb kell menni. Kicsit kijebb kell menni. Ugye azt tudjuk és látjuk azért, hogy mennyi pesti embernek van városon kívül valami telke. Mert a panel igazából egy életen keresztül azért majdnem csak élhetetlen. Majdnem csak élhetetlen, és nagyon sok ember érzett el rá, hogy kérem, kell egy telek, ahol egyszerűen legalább a világban érzem magam, mert nem, a panelban nem feltétlenül. Mióta tetszik panelban lakni? Én nem panelban lakom, de... Az nem panel? Nem. Az nem panel? Az téglaház? Nem, túl téglaház. Öntött ház, a plusok alap öntöttek, tehát nem panelból van összehozva, és a belső rólus alap pedig téglaház. Aha. Téglaház. Aha. Én 50 akárhány évben. 50 akárhány évben. Ez komoly. És nem volt telkünk sose a városon kívül? Nekünk mindig volt. Na hát erről beszélek. Megnyugodtam, hogy... Megnyugodtam, hogy... Gondolom, gárdonyban gyarabban telkemben, nem tudom, hogy mit csinálni. Ja, gárdonyban, tényleg ezt már tetszett mondani. Igen, igen, igen. Gárdonyban, úgyhogy... Ott lehet kikapcsolódni, kivetni. Biztos. No, majd egyszer benevezünk egy nyáron. Tehát ez a pihenés után aztán rátér Jézus, hogy a tanítással tanítanak, és akkor rájön az esteledés, és akkor kenyérkérdés. Azzal indul a kenyérszaporítás, mikor a tanítványok azt mondják, hogy hát nincs mit enni. Azt mondta Jézus, hogy menjetek el, ezt nézzétek meg, hogy hány kenyeretek van. Az egész kenyér szaporítás csodájának a legnagyobb mondatnak ezt érzem, hogy nézz körül, hogy mennyi van. És amikor azt mondják, hogy van 5 kenyerünk, akkor innen indul ez a csoda tulajdonképpen. Az embernek zsigerből jön, hogy mindig azt veszi észre az életéből, hogy milyen nincsen. És mindenki tudná sorolni a saját élvét, nem csak a pénzre, meg főleg nem a pénzre, meg a anyagi dolgokra gondolok. Milyen nincsen? Hogy nekem nincs egészségem? Mit tudom én? Nem jó a gyerekem, nincs anyám, nem szeret a férjem, akármit, tök mindegy. De 100 olyan dolgot tud mindenki összeszedni a saját életéből, azt mondja, hogy ez nekem nincsen. És 100 ötlete is van az embernek önmagáról, hogy mi kéne nekem még ahhoz, hogy én úgy érezzem, hogy boldog vagyok. Mindig van egy olyan, amire azt mondom, hogy ez, na, ha már ez meg lenne, akkor minden rendben lenne az életemben, de valószínűleg az meg lenne, akkor lenne egy másik, amire azt mondanám, hogy na még ez.
Tehát én mindig azt érzem, hogyha nekem 50 ezer forint a több lenne a fizetésem havonta, akkor minden rendben lenne. Valószínűleg egy fél év után úgy érezem, hogy ha még 50 lenne, akkor már. De ennek nincs vége ennek a történetnek. Tehát Jézus azt mondja, hogy ne ezen rágódja már állandóan, hogy mennyire nincsen, de nézzétek meg, hogy mitek van. És az egészséges lelkű ember az rendre leül, és a sok kiabáló hiánya mellett, a sok életének a mindenféle megoldatlan ügyebaja mellett, azért néha azt le kell ülni, és azt el tudja mondani, hogy nekem ez is van, meg ez is van, meg ez is van, meg ez is van. És aki odafigyel, az egy csomó mindent talál az életében, ami azt mondja, hogy hát nekem mennyi mindenem van, ami igazából másnak nincsen. És többször elmondtam már ezt a betegemet az Alföldi utcában, akihez én bejártam, és havonta bejártam, és 25-ös korterem volt egy nővérrel, 28 fok volt, mindenki fekvőbeteg volt, három vagy négy ember volt pizsamában, többi egy lepedővel volt letakarva, maga alá végezte a dolgát mindenki, ha két órán belül tisztába tették, már jó volt az arány, mert egy nővérük volt. Fekve ettek, bent dohányoztak a szobába, azt, hogy bementem, és ugye egyszerűen az emberi bűz visszalökte az ajtóból az ember. Minden hónapban bementem. De egy széthullott életű rózsájterű káplán voltam, aki éjjel-nappal ment, mint egy bugócsiga, és mindig tele voltam elégedetlenséggel, hogy mennyire nem megy jól. Na, én utána, amikor onnan kijöttem, azért egy vagy két hétig mindig nagyon jó voltam. Azt kellett látni, hogy 25 ember fekszik 25 ágyon, és várják a halált. Két-három ember volt közülük, akit néha látogattak, a többit nem is látogatták. Tehát férfiak, férfi kortelen volt nyilván. Leültem az ágy mellé, ahol minden hónapban bementem, és akkor sírva könyörögtek a mellette fekvő férfiak, hogy adnak pénzt, csak menjek már ki, vegyek egy kis piát nekik. Nem gondoljátok, hogy én megyek papi civilbe, kórházba, paptiként látogatnak, vizek egy szatyor piát, de én a következő alkalommal vittem. Úgyhogy nem kértek. Azt mondtam, hogy egy napig nem érzi, akkor is jobb. És nem megoldás, én is tudom, ez az alkohol nem megoldás, de ebben a helyzetben egyszerűen ez. Ott nagyon nehéz optimistának lenni. Na, ilyen az a baj, hogy az ember ugye csípőből mindig fölfelé méri magát. Azt mindig észreveszem, aki egy kicsit szebb, aki egy kicsit egészségesebb, aki egy kicsit kövérebb, vagy csaványabb, vagy tök mindegy. Mindig észreveszem azt, hogy mennyi embernek könnyebb, mint nekem. De azt nem veszem észre, hogy mennyi embernek rosszabb élete meg sorsa van, mint nekem. Nem azon vitatkozunk, hogy ezek tehetnek-e arról. A hajléktalan fölött nem azon vitatkozunk, hogy tehet-e arról, hogy hajléktalan. A saját életemet látom, hogy nekem azért van hol laknom, van mit ennem, van mit főmem, van kihez szólnom, stb. Tehát azért ezek olyan fontos értékek, amit úgy szépen lassan elfelejt az ember a sok panaszkodása közben. Tehát Krisztus itt odafordítja a tanítványok, azt mondja, nézzétek meg, hogy mitek van. És azt gondolom, hogy az ember magával tol ki, ha mindig csak a hiányait cipeli a lelkében. És nem vett számot rendszeresen. Úgy gondolom, hogy vasárnapi megállás az sokszor arra is jó, hogy az ember körülnézzen, hogy nekem azért mi van. Mennyi jó emberem van, akivel én tudok egy jó szót váltani, mennyi jó emberem van, aki odafigyel rám. Mert ugye nekem főként nőként az ember mindig azt jelenti, hogy oda kell figyelni másokra, az uramra, a rokonaimra, a gyerekeimre, stb. Ki figyel rám? És úgy gondolom, hogy egy emberre nem figyelnek sok-sok időn keresztül, akkor az embernek szépen lassan magányossá is tönkre megy az élete. Kell, hogy valaki figyeljen ránk. És hogyha nekem van ilyen igényem, akkor nekem nyilván ebből az is jön, hogy azért nekem kell néhány ember, akire nekem is figyelni kell. Egy kis figyelmesség, én azt gondolom, nem kerül sokba az embernek, és ettől sokkal jobb lehet a világ. A közösség, amiben élünk, az is sokkal jobb lehet. Ez a csoda, amit Jézus tesz, én úgy gondolom igazából, hogy nem a csoda, nem a maga a kenyérszaporítás a nagy csoda, hanem Jézus a nagy csoda. Én azt gondolom, egyszer a csodákkal szemben ezt a Jézus csodát kell megérezni, hogy Jézus, aki az Isten fia, aki ott van az atyánál a világ megalkotások és teremtésekor, Jézus maga a csoda. És hogyha Jézus maga a csoda, és én rájövök arra, hogy a teremtő Istennel egy lényegű valaki,
akkor ugye hát a világ is úgy lett, hogy az Isten akarta, hogy legyen, és lett. Hát akkor most ez az Isten ott van Jézusban, és azt mondja, hogy akkor most akarom, hogy sok kenyér legyen, akkor sok kenyér lesz. Tehát nem akarja, hogy elmenjenek, és akkor ott izé kódologjanak, és elhújjanak, meg ott össze-vissza szétszéledjen a társadalmat. Tehát maga Jézus a csoda. És akkor itt átérnek egy kicsit arra, hogy akkor most milyen viszonyban állunk mi ezekkel a csodákkal, amik a Szentírásban vannak. Az ember úgy olvassa rendre a csodákat, és ugye többféle csoda kategória van. Az egyik az, amikor Jézus gyógyít vagy ördögöt űz, az a kettő majdnem ugyanaz. Ugye hát a betegség lelkét űzi ki. Ezek az egyik csodák, a másik meg ezek a természeti csodák. Jár a vízen, lecsendesíti a tengert, megszaporítja a kenyeret, stb. Tehát ilyen teljesen hétköznapi világi dolgokkal kapcsolatos csodák. Szóval azt gondolom, hogy a csodát önmagában érteni azért nem lehet. Az emberi földi életnek az egyik nehézsége, és ez a hitünknek is az egyik nehézsége, hogy egyszerűen az embernek a gondolkodó képessége véges. Tehát amivel én érzékelem magam körül a világot, ez a gondolkodó képem egyszerűen véges. Vannak olyan dolgai a teremtett világnak, amiben élünk, amit egyszerűen az embernek a szürke álmánya nem tud felfogni. Ez a természetben is jelen van, ugye a természetben az van jelen, vagy mondjuk a matematikában az van jelen, hogy az ember húz egy vonalat, a számegyenest, és akkor nem akár meddig húzhatod, ennek nincs vége. Se negatív, se pozitív irányban nincs vége. Ezt a matematikából jól megtanultuk, ugye, hogy oda rajzoljuk a fekvő 8-ast a számegyenest végére, de azt jelenti, hogy végtelen. De mi az, hogy végtelen? Ugyanez a végtelenség, amit az ember agya nem képes felfogni, meddig lehet menni az űrben? Hogy meddig lehet menni? És amikor végére mentem, akkor mi van utána? Tehát benne élünk egy olyan világban, amiben és igazából nekem sok álmatlan éjszakám nincsen amiatt, hogy meddig lehet menni az űrben, tehát vannak az embernek 107 köznapi dolgai, amivel foglalkozni kell, de maga ez számunkra egy felfoghatatlan valóság. Valahogy így állunk egy kicsit a csodákkal szemben is, hogy teljesen természetesen olvassuk Jézusnak ezeket a csodáit, de igazából nem értjük, hogy itt mi történik. Hogy lesz 5 kenyér elég arra, hogy ennyi ember ezekből a kenyerekből jól lakjon. Egyszer valaki, már nem emlékszem kitől, de egyszer ezzel a csodával kapcsolatban, talán valamelyik ilyen biblikus órán valaki megkérdezte, hogy hát hogy van ez az 5000 ember meg 5 kenyér, szóval ez... Ez lehetséges ez, vagy ezek képek a Bibliában, vagy ez valóságban megtörtént, vagy... Mert azt mondta, azt hiszem, hogy Fodor atya mondta neki, hogy hát azért ne legyél pogányabb a gonosz léleknél, az ördögnél. És akkor nem érted, hogy mi az pogányabb? Nekem az ördög is világosan tudta, amikor megkísértette Jézust, azt mondta neki, hogy változtasd a követ kenyérre és egyél meg. Az ördög hitte, hogy Jézus át tudja változtatni a követ kenyérre. És te meg nem hiszed akkor most, hogy akkor Jézus ebből az 5 kenyérből meg tud etetni 5000 embert? Ne legyél pogányabb az ördögnél. Hát én régen tudom, hogy az ördögnek erősebb hite van mindnyájunknál, mert hogy ő tudja, mert a bőrén érezte, ugye, hogy Krisztus az Isten fia, mi meg próbáljuk ezt elhinni, de olyan közvetlen tapasztalatunk, ugye egyrészt a pusztai kísértés, másrészt amikor Jézus meghal, és az ördög azt érzi, hogy megnyertem a meccset, mert Jézus meghalt, és a legnagyobb fegyvere ugye a halál az ember szemben, és amikor Krisztus kiszáll a sírból, akkor tudja az ördög, hogy ennek vége van. Az én hatalmamnak vége van. Ezért énekeljük mindig, hogy legyőzte halállal a halált. Tehát ez a legfontosabb dimenziója Krisztusnak. Hogy megmutatja, hogy egyszerűen az ördög hatalmának vége van, erre nekem számítanom kell. Az életemet 100 felől csábítja és próbálja megfúrni a gonosz lélek, de nekem tudni kell, hogy amikor én Krisztusnak a segítségét kérem, akkor ez nem egy erőtlen próbálkozás, mert amikor a gonosz ármánykodásával szemben én az Istenhez fohászkodom, akkor az ördög nagyon jól tudja, hogy ez a meccs az eldőlt, és Krisztus az erősebb. Ha nekem túl sok kísértésem van, akkor még többet kell kérnem az Istent, hogy ne hagyja, hogy az ördög elcsábítson az életem során. És az ördög nagyon jól tudja, hogy Krisztus az erősebb. Hogy ez a meccs igazából eldőlt. Mindig lesznek még próbálkozásai, meg amikor az ember nagyon jó próbálja csinálni, akkor még több kísértése van. Az ember, amikor nagyon jó próbálja csinálni, akkor még többet piszkálódik a gonosz, mert ez neki veszteség.
Ugye? Tehát ha valaki megköt egy házasságot, onnantól kezdve az ördög rákapcsol. Mert neki a legnagyobb veszteség az, hogyha az ember szeretni akar egy életen keresztül, és mindent megtesz azért, hogy ez a házasság tönkre menjen. Mindent. És elég nagy sikere van. Ugye ma Magyarországon minden három megkötött házasságból kettő válással végződik. Ez borzasztó arány. Úgyhogy erre számítani kell. Szóval, hogy van ez az 5000? A spekuláló ember, aki azon spekuláló, hogy akkor hogy vannak ezek a csodák, ez a hitét teljesen tönkreteszi. Mert sose fogja érteni, hogy hogy mennek a csodák. Ez az elfogadó lélek, hogy én elfogadom azt, hogy Jézusnak ez volt hatalma, nem agyalok azon, hogy technikailag hogy volt ez a csoda. Ezen én nem agyalok. Mert ha technikailag próbálom elképzelni, hogy hogy lesz ez, meg hogy lesz a vízből bor, hogy ott milyen molekuláris változások vannak, hogy a vízből bor lesz, tehát én ki akarom ezt számítani, ugye akkor ebbe az egészbe belebukom. Nem fogom tudni érteni. Én nem töprengek azon, azért nem töprengek leginkább a csodáknak a technikai mi voltán, hogy elhihessem, hogy ez csoda volt. A csodában pont az a csoda, hogy nem értem. Mert minden más, amit le tudok vezetni matematikailag, az valahol az egész hittel kapcsolatban, Istennek a létezésével kapcsolatban, és a csodákban is ez jelenik meg, hogy igazából matematikailag nem bizonyítható. Ha Istennek a létezését le lehetne vezetni egyenletekkel, vannak Isten bizonyítási elméletek a teológiában is, de ha le lehetne vezetni egyenletekkel azt, hogy Isten létezik, akkor a világ ma ugye nem úgy oszlana meg, hogy hívők és nem hívők. Hogy oszlana meg a világ? Hát az okosak és a hülyék, aki érti az egyenletet, meg aki nem érti. Tehát, hogyha matematikai le lehetne vezetni, akkor azt mondom, hogy kérem, hát kérem, hát ostoba nem tudja a matekot, nem érti, hát ez kell. A természettudományos dolgok, ugye ezek kényszerítőleg hatnak az emberre. Tehát a természettudományosan bizonyítható dolgok, nincs meg a szabadságom. Tehát én, ha 5 milliószor elmagyarázták nekem ugye a Pitagórasz tételt, és én 5 milliószor felrajzoltam, és mindig kijön az, hogy A nézet meg B nézet egyenlő C nézete, ugye így van a Pitagórasz tétel, és kérem, és azt mondom, hogy nem hiszem, azt nem tehetem meg. Hát ez semmi, 5 millió bizonyítékom van arra, hogy már pedig ez a törvényszerűség igaz. Tehát ezért mondom azt, hogy kényszerítőleg hat. Mindenféle biológiai és kémiai dolgok, sokszor kényszerítőleg, fizikai dolgok kényszerítőleg hatnak rá. De Isten nem kényszerítőzik. Tehát pont azért hit a hit, mert ezt a szabad, akar, nem kényszerítő módon szabadon eldönthetem, hogy kérem, én elfogadom, vagy nem fogadom. A kenyés szaporítással kapcsolatosan szeretnék kérdezni valamit. 2000-ben, amikor volt a magyarországi katolikus hitre való áttérésnek az évfordulója. Igen? Nagyon sokan voltunk. Elmentünk ugye Izraelbe, és akkor ott utána különböző részekre osztottuk, és elmentünk. Voltunk a kenyérszaporítás hegyén is. Igen. És az oltáron, itt elől volt egy nagyon szépen kialakított kis edényke, benne négy darab kenyér, és nem egy ember, hanem több ember, megkérdeztük, ugye az Olá Miklós bácsi, azt hiszem ő volt a mi vezetőnk, és azt mondta, hogy azért van így kialakítva, mert az ötödik az oltáron van, az maga Jézus, az ötödik kenyér, így mondta, és négy kenyér volt, és több helyen is láttuk, ilyen helyeken, ahol voltunk, ilyen érdekes helyeken, szóval ami a kenyér, ez a kenyér szaporítás egyén volt. És nagyon érdekes, hogy mondom, mert ott a tálba négy kenyér. És azt mondta, hogy az ötödik az, Jézus, aki van a oltáron. Ez már egy ószövetség, a templomban is mindig öt kenyér volt kitéve, csak hát ugye ott még Jézus nem volt. Ott még Jézus nem volt. És a mai liturgikus szabályok szerint is öt kis kenyérből kellene kivágni a miséhez használt részeket. Tehát egy kenyérből a bárányt, Krisztusnak a része, egy kenyérből az Isten szülőt, egy kenyérből a szenteket, akit ön mellé rakunk, egy kenyérből az élőkért, egy kenyérből a holtakért. Tehát ez így működne. Mondom, mi is azért igen. Ott voltunk a
kenyérszaporítás hegyén, és akkor ott egy nagyon szép kis templom van. Látszik ott egy szikla is, amire van kerítve, ahol maga ez a kenyérszaporítás történt. Tehát én próbálom az életemnek az eseményeit, Jézussal, életemnek a pozitív dolgait is, meg a drámáit is próbálom Jézus szemével nézni, és akkor ha én nem Jézussal nézem a saját életemet, akkor mindig csak a kérdéseim maradnak, hogy miért így van, meg miért úgy van. Ha Krisztussal nézem az életemet, akkor gyakorlatilag rájövök az életemre tekintve is, meg körülöttem a világra tekintve is, hogy gyakorlatilag én csodák között élek. Az életnek annyi apró csodája van, csak én megszokom ezeket a csodákat. Kérem, ha elég mélyen át tudnánk élni a liturgiát, akkor minden vasárnap megrendülnénk attól, hogy ott Jézus csodát tesz az oltáron, hogy a kenyérből Krisztus teste lesz. De hát elmegyünk misére, hát oda járunk már 20 éve, meg 50 éve, hát most ezt megszoktuk, nem? Hát mi se van, persze, hát megyünk áldozni, de belegondolnék, hogy ott tulajdonképpen csoda történik. De ha nem erre gondolok, csak a saját életemnek a hétköznapi működésére, a testem működésére, ahogy működik körülöttem a világ, a természetnek a működésére, szóval olyan csodák között élünk, hogy egyszerűen nem is... Ha az ember egy kicsit a Jézus szemével nézni az életét, akkor rájönne, hogy ő csodák között él. És azért jó ezt tudni, hogy csodák között élek, mert akkor tudom, hogy a csoda az az Istennek a műve. Azt nem én hozom létre. És az élet hétköznapi csodáit észreveszem, akkor tudom, hogy Isten ott van az én életemben, és ott van az én világomban. És nekem azért szükséges, hogy azért érezzem. Életem nehézségeiben is, meg az örömeiben is. Fontos, hogy érezzem, hogy ott van az Isten. Ugye hát a természet, ez tudjuk, hogy vastörvények szerint működik, hát a természettudományok ezek nagyon sok mindent bebizonyítanak. De érdekes azért, ahogy az ember a természettudományos dolgokban olvasgat, a matematika is, meg a fizika is, tehát valószínűség számítás szerint működik. Tehát egy fizikai törvényszerűség vizsgálatában vagy kísérletekben nincs előre 100%-on, nem tudják, hogy mi fog történni, ezért van a kísérlet. Tehát valószínűleg számítás történik. A természettudomány szerint nem valószínű, hogy csodák történnek, de ez nem azt jelenti, hogy nem történnek csodák. Tehát a valószínűség számítás szerint azt mondjuk, hogy nem valószínű, hogy csodák történnek, de ez nem azt jelenti, hogy nem történnek, csak nem valószínű. Az Istennek elég az, hogyha mi 1%-ot hagyunk erre a nem valószínű történetre, akkor is tud, ma is tud. Történnek is csodák, azért ezt tudjuk, hogy történnek ma is csodák. Tehát ez nem csak a karizmatikusoknak a hőbörgése, csodák kérem vannak, gyógyulások ma is vannak. Azt is tudjuk, hogy ugye egy szenti avatási perben bizonyított, orvosilag bizonyított csodák kellenek ahhoz, hogy én az ő közbenjárását kértem, és így a másik János pápát ezért avatták ilyen gyorsan szenté, ugye, mert hát bizonyított orvosi csodák voltak gyógyulásokról. Tehát ma is történnek csodák, de talán nem azt gondolom, hogy a keresztények nagy százaléka az ilyen közvetlen csodát élete során nem él át. Ezért mondom azt, hogy a hétköznapi csodákat is észre kell venni, hogy az ember érezze, hogy a csodákon keresztül ott van az Isten. Tehát a természettudományok ezek valószínűségszámítás szerint dolgoznak. És az anyagról is, hogyha az ember olvas ezt az anyagi világról való eszmefuttatásokat, akkor ma már nem, de a legnagyobb tudósok nem arról beszélnek, hogy akkor az anyag az örök és változatlan, hanem ez ilyen folyamatok mennek az anyagi világban. Tehát az anyag az nem létezik, hanem történik, ezt mondják. És az anyagi világ is történik. Ezt mi tudjuk, hogy a világnak a molekuláris szerkezete az alakul, de gyakorlatilag ez a világ mindig annyi lesz, amennyit az Isten megalkotott. Tehát összeadjuk, szétszedjük, legyártjuk, újrahasznosítjuk, bedaráljuk, de hát valahol az anyag, az anyag nem észrevehető, átalakul, igen. Tehát valószínűleg ez, de maga az anyagi természetű világ az inkább történik. És azért ezt a világnak, a természeti világnak a körforgása azért mutatja nekünk, hogy ez kérem mindig történik. Leginkább ez a növényre is csak azt mondjuk, hogy azért ez az anyagi világnak egy része, a testünk is egy anyagi világnak a része. Ugye ez kész, meg kihajt, virágzik, terem, lehullik, kész. Tényleg úgy néz ki, hogy meghalt az egész, és akkor kezdődik előről. Tehát az anyagi világ is egy körforgásban lüktet. Tudom én, hogy a növényeket életnek lehet nevezni, de hát azért nem olyan élet, mint az emberi élet. Valójában az emberi élet is testében azért ez egy folyamat. És ugye orvosilag azt mondják, nem tudom, orvosilag azt mondják, hogy talán 7 évente az ember sejtjei elhalnak és újak születnek helyette.
Nagyjából? Nagyjából. Az agysejtek talán lassabban, erre, ennek örülök, mert lassabban hűlünk el, tehát lassabban pusztulnak az agysejtjeink, de valahol azért a sejtek azért halnak és helyette újak születnek. Tehát ez is egy ilyen örökös körforgás. Tehát sokkal többet tudunk, mint mondjuk az előző századokban tudtak ugye az anyagi természetű világról, de azt gondolom ennek az anyagi természetű világnak azért még rengeteg titka marad. És azért beszélek ezekről a csodákról, meg anyagi dolgokról, mert itt a kenyérszaporítás, ez egy nagyon valóságos, hétköznapi, kézzelfogható valóság, és a táplálkozás az emberi életnek az egyik legfontosabb dimenziója a testi életnek. Itt is vannak csodák, ugye Bernadettről tudjuk, hogy a életének utolsó sok évében már csak a napi áldozást tette magához, tehát nem, semmi más táplálékot nem fogyasztott, mégis értek. És ráadásul romlatlan teste van azóta is, ugye üvegkoporsóban. Tehát csodák azért mindenképpen vannak. És mivel így az anyagi természetre, meg a természettudományos tények is azért képlékenyek, meg valószínűség számítás történik, így számomra ez 5000-es csoda, ez nem egy emészthetetlen történet. Tehát Jézus túl tudta lépni az anyagi világnak a természetes rendjét. A másik szín ennek a kenyérszaporítás csodának, hogy kérem, ez a tömeg ez tulajdonképpen nem vesz észre, hogy mi történik. Hát jönnek a tanítványok, osztják a kenyeret, hát éhesek vagyunk, jönnek a tanítványok, az, hogy csoda történik, az csak a tanítványok tudják. Meg Jézus persze. Ott ül több ezer ember, és nem veszik észre, hogy csodák történnek. Csak ez a mai világban pont így van. A világnak a nagy tömegei egyszerűen nem veszik észre, hogy csodák történnek. De nekünk keresztényeknek azért látni kell, hogy az Isten hogy tartja életben, lüktetésben ezt az egész világot. Az anyagi természetű világot is, meg főleg az életet. De ezt az egész élet folyamatokat, amelyeket mi megélünk itt nap mint nap, ezt az Isten tartja mozgásban. És nekem ezeket, ha már egyszer Krisztus közösségében tudom magam, akkor tudni kell. Hogy Krisztus igenis működteti a csodák által, működteti az én világomat, az én életemet, az én testemet. És a tömeg nem tudja. És a világban ma ugyan ez van. A legtöbb ember azért nem tudja, hogy itt tulajdonképpen ő azért él, mert az Isten őt életben tartja. Isten visszavenné az élet leletét valakitől, az abban a pillanatban meghal. Te olyan természetesnek veszi az ember, ugye, hogy minden reggel felébred. És akkor, és mi van, ha nem? És akkor nagy csodálkozások vannak, hogy azt mondják, hogy álmában meghalt. Én azt gondolom, álmában senki nem hal meg egyébként. Lehet, hogy én nem ébredek fel mellette, de az, aki éppen meghalni készül, azt szerintem magához tér, és észreveszi, hogy itt azért most ez nem egy rossz álom. Csak már legfeljebb szólni nem tud, és akkor azt gondoljuk, hogy meghalt egyedül az ágyban. Tehát az Isten az életnek az irányító és az ura, és a természetnek is az irányító és az ura. Azt mondja a tanítványoknak, hogy gyertek, menjünk el egy puszta helyre. Kérem, a tanítványok szerintem egy idő után szívesen mentek Jézussal, akármilyen puszta volt a hely, mert tudták, hogy ahol Jézus ott van, ott kérem, minden megtelik élettel. Ha az én életem döglődik és haldoklik, meg tele vagyok a világ válságos tudataimmal, akkor azért van, mert én elég messzire szakadtam. Ha Jézus ott van, akkor az életemnek a meddő dolgai is meg tudnak telni élettel. Amire én már régen azt gondoltam, hogy ennek már nem sok értelme van. Meg ugye az ember ugye ilyen válságokat él meg, hogy hát eltelt az életemnek a harmada, a fele, meg stb. De aki 50 éves, az már tudja, ugye? Múlt héten voltál 50 éves, ugye? Most? A héten, na. De az már az ember tőle. Én azt mondtam, amikor 40 éves lettem, hogy 50 fele, hazafele. Amikor 50 éves leszek, akkor azt fogom mondani, hogy 60 fele, még inkább hazafele. Tehát nem akarnak elkeseríteni, csak az ember életű, érzi, hogy az hú, na, fele eltett már, ha emberileg gondolkodom, ugye? Tehát ha azt mondom, hogy jó esetben jó 80 év, vagy 90, vagy 100, de hát akkor is az ember 50 évesen már tudja, hogy van, valószínűleg nem fogok annyit élni, mint amit eddig éltem. Tehát én ezt már 49 évesen is arra számítok, hogy nem fogok annyit élni, amit eddig éltem. És ha végignézem, hogy mennyit sikerült ebből kihozni, ebből az 50 évből, akkor még úgy érzem, hogy még nagyon sok mindent ki kéne hozni ebből a következő pár évből ahhoz, hogy én úgy azt mondhassam, hogy én kérem, egy értékes, teljes életű ember vagyok. Tehát ahol Jézus ott van, azért megtelik élettel, és észreveszem a hétköznapi csodákat is Jézusnak a környezetében.
Jézus egyszer beszél a táplálkozásról, a kenyérszaporítás kapcsán, és azt mondja ott az aggályosoknak, hogy kérem, az ember nem azt szennyezi be, ami bemegy a száján, hanem az, ami kijön a száján. És akkor ennek van egy nagyon hétköznapi értelmezése, ugye, hogy a táplálékok nem tudják az embert tönkretenni, hanem ami kijön a száján. De mi jön ki a száján? A leggyakrabban, ami az embert beszennyez, az az ítélkezés. Valamilyen szinten mindnyájunkban ez a hiba előfordul. És ez Jézus szerint sokkal inkább beszennyez az embert, mint az, amit megeszel. Tehát ha én nagy bődben azt fogadnám meg, hogy soha senkiről ítélkező vélemény nem mondok, ha én ezt meg tudnám tartani 50 napon keresztül, akkor én mindenkit meghívok minden pénteken egy rándott húsra. Csak ezt csinálja, hogy egy 50 napos utazáson keresztül, a nagy hetet is beleértve, hogy senkiről nem mondok ítéletet. És ezt kérem, ha számoljon ki, és annyi embert ítélek meg, és mondom ki ezeket az ítéleteket, hogy a világnak a legtöbb baj ebből van. A legtöbb konfliktus, a legtöbb harag, még a háborúk is abból vannak, hogy az emberek beszólnak egymásnak. Összevesznek és háború van. Tehát amit, ahogy én kimondok dolgokat, ahogy látok dolgokat, az ítélkezésem abból születik, hogy látom én a másik embert. Azt mondom, hogy ez egy gazember, és már is én kimondom az ítélkezést róla. Ahogy látok én egy másik embert, és Jézusnak a látásáról kell egy kicsit gondolkodnunk, hogy értsük, hogy mi az, ami beszennyezi az embert. Ugye az embernek egy főnökkel szemben általában ilyen szorongásai vannak, nem nagyon szeretjük a főnököket azért, úgy általában. Valaki azt mondja, hogy nekem nagyon jó főnököm van, ilyen van, hogy a közvetlen főnököm jó, de a nagy főnök azért mégiscsak egy hülye. Tehát azért az ember nagyon, nagyon, tehát van bennünk egy szorongás a főnökökkel kapcsolatban. Bennünk is van, a püspökökkel kapcsolatban is van. Van egy szorongás az emberben, hogy hú, hát a főnök, hát élethalálul azt csinál, amit akar, ha akar kirúg, ha akar nem rúg ki, stb. Mindenütt van egy főnök, egy munkahelyi vezető, egy igazgató, egy iskolában, akárhol, mindenütt van egy főnök. És az embernek vannak ilyen szorongásai, és a szorongás az már alapból egy helyzet, amikor az ember azért úgy magában elítéli a főnökét. Ha arra gondolok, hogy hú, most be kell menni a főnökkel beszélni, akkor előtte lepörgetem magamban ugye, a szorongásom miatt, hogy most hogyan, mit fogok mondani, és hogyan mond. Persze általában nem úgy történik a beszélgetés, ahogy én ezt előre kitalálom, de van bennem egy szorongás, hogy akkor most ez hogy fog történni. Mennyi álmatlan éjszakája van az embernek a szorongásai miatt? Rosszul mennek a dolgaim, vagy a családomban, vagy a munkahelyemen, vagy az utcán, vagy a szomszédommal, stb. Vannak ilyen szorongásaink. És a szorongása párhuzamosan az ember megjelenik az utógondolkodás is. Amikor megtörtént valami, akkor meg utána azon agyalok, hogy történt és miért így történt. Tehát előre szorongok, hogy fog történni, utána meg szorongok azért, mert hogy így történt és miért így történt. Főleg akkor nem jól történt. Tehát az embernek nagyon sok ilyen belső ilyen vívódása van. Jézus nem úgy látja a világot meg az embereket, mint ahogy mi látjuk, és ezért valószínűleg Jézusnak azért túl sok szorongása nem volt. Tehát a farizeusok azt mondják Lévire, a Mátéra, hogy ez egy gazember, mindenkit megkárosít, még minket is megkárosít. A vámszedők azok egymást is megkárosították, a saját fajtájukat is. Mindig egy kitaszított emberek kitaszították a zsinagógában, mindenütt utálták őket. Ugye a vámos farizeus vasárnapján látjuk azt, hogy a farizeus előre megy, előadja magát, a vámos meg hátul lapít a templomnak a végében, és azt mondja, Isten legyél ránk, most nekem bűnösnek. Tudja magáról, hogy ez egy gazember, tehát tudja magáról, kitaszítja mindenki a zsinagógában is, kitaszították mindenki gazember. Mert Jézus megy, meglátja ugyanezt a vámost, akit a farizeusok gazembernek gondoltak, és belelátja Mátét. És Mátéból lesz az egyik evangélista. Egy gazemberből. Tehát egy gazemberben meglátni a jót, ez egy művészete az Jézus, vagy Jézus életében. Szóval, hogy? Van esélyünk. Van is? Van esélyünk. Van esélyünk, hogy belénk lát az Isten valami jót. De hogy én vajon egy nem szimpatikus emberről bele tudom-e látni azt, hogy Jézus az embert vizsgálja minden emberben, és ez az ember az Isten alkotása. Tehát az embernek a lelki, szellemi élete, a maga az, amit életnek nevezek egy emberben, ez az Istennek a felség területe. És ő képes arra, hogy belelássa Mátéba ezt a jót. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy én ezen a kétféle látásmódon, hogy én csak a gazembert akarom elátni, vagy a jó embert akarom elátni, ezen múlnak a napjaink, az éveink, az egész életünk.
depressziós leszek, ha mindenképpen csak a rosszat veszem észre, mert azt mondom, ezt érzem, így látom, mert így akarom látni, hogy ez egy milyen egy tönkrement rossz világ. Tele rossz emberekkel, akik nekem ártanak, kikezdenek, tele van társadalmi, politikai hazugságokkal, minden rossz. Tehát ha én nem látok Jézus szemével bele egy-egy emberbe, és nem próbálom benne a jót is észrevenni, én azt gondolom egyébként, hogy a legnagyobb gazemberbe, és ha akarunk, tudunk valami jót találni. Valami jót tudunk találni. Az volt a technikám, ami egy idő után, egy ideig nagyon-nagyon nehezen viseltem. Főleg amikor titkár voltam, akkor nagyon nehezen viseltem, hogy mindig ment a véleményalkotás. Ugye hát egy egyházmegyei központban minden bedől, ami egy egyházmegyében történik, hívekkel és a papoknak a hibáiról, meg a bűneiről, meg minden, és akkor az ember óhatatlanul ott egymással, hárman, négyen dolgoztunk ott, de mindig ez ment. Én azt mondtam ott egy ideig a munkatársaimnak, hogy minden ilyen kibeszélés legalább úgy fejezzük be, hogy mondjuk el, hogy ebben az emberben mennyi jó, hogy mit tesz jól. Ezt ajánlom mindenkinek, hogy amikor jó kibeszélt valakit a háta mögött, akkor a végén úgy fejezze be, hogy mond róla valami jót is. Lehet, hogy a következő héten meggondolja, hogy a rosszat mondja, mert annyi erőködésbe kerül, hogy valami jót is találjak egy emberben, akit éppen gazembernek tart, mondjak róla valami jót. És ez nem csak ilyen idegen, meg munkatársi kapcsolatok, ez sokszor családon belül is az ember úgy kibeszéli a másikat, mint a húzat. Mondjál róla a végén valami jót is. Jézus belelátta az emberekbe ezt a jót. Milyen alapból ugye társadalmi elítélés közben, vagy megvetettségben éltek a nők? Ugye a nőknek a szerepe azért Krisztuskára látjuk, ez még Szent Pálnak a leveleiben, ez még bőven benne van. Azt mondta, hogy egy közösségben nő nem ért valamit abból, amit ott tanítanak, az nem szólhat és nem kérdezhet, hanem menjen majd haza, azt ott van négy szem között, kérdezze meg a férjét, hogy miről volt szó. Tehát egy szólni se volt szabad egy nőnek egy közösségben. Érdekes, a világ maga sokat küzd, meg én nem vagyok nagyon hív ennek az emancipációs küzdelemnek, meg hogy a nők nadrágot hordanak, de hát hordjanak, ha az neki jól esik. Mindegy, de bocsánat, tehát valamilyen módon azért ma is érezzük, hogy a nőket még mindig alárendeli a világ. Vannak pályák, meg izék, de milyen furcsának tekintjük azt, hogy most Angliának megint nő a miniszterelnöke? Mert nem ehhez vagyunk szokva, de az vagyunk szokva, hogy a vezető embereket azok a férfiak látják el. A legtöbb vezérigazgató, meg a legtöbb, ez az mindig férfi. És Jézus körül megjelennek asszonyok és nők, és érdekes módon Jézus túllépezen. Tehát Jézus azért nagyon demokratikusan tekintette a férfiakat és a nőket. Sőt, ugye Jézusnak a látásmódja meglátni egy rosszban a jót. Amikor kiviszik a házasság törőnőt és agyon akarják kövezni a zsidók, akkor azt mondja, hogy akkor most az első követ azt dobja, akinek bűne nincsen. Tehát megmenti az asszony. A szamáriai asszonyjal elkezd beszélgetni, és kimenti ebből az állapotból, hogy neked már volt öt férjed, és akivel most és az nem férjed. Gondolom, hogy utána ez az asszony azért rendbe tette az életét, ha még rendbe tudta tenni, de hát Jézus belelátta a jót ennek az asszonynak az életébe. Úgyhogy ha Jézus bele tudott látni jókat egy-egy-egy-egy-egy, mert kérem, hát ki volt a feltámadás első tanúja? Mária Magdolna. Akiből Jézus hét ördögöt űzött ki, mert egy gazember, vagy egy gazember, hogy kell mondani a nőre, hogy gazember? Gazember volt. Tehát kérem, Jézus olyan dolgokat fordít meg a maga látásmódjával, olyan dolgokat fordít meg egy emberben, hogy hát csodálkozunk. Lehet, hogy egy embert, ha jót látnám meg egy emberben, akkor ezzel a jó felé tudnám csábítani. Nehéz, tehát a kutyaütő emberekben nehéz a jót látni, de Jézus ezt alkalmazza. Jézusnak a látásmódja fordít meg embereket. Az én látásmódom tudna segíteni magam körül embereket, hogy egy kicsit másképp lássák, másképp éljenek. Szóval az előítéleteket Jézus ez biztos, hogy leteszi, a farizeusok tele voltak előítéletlen. És ha én az előítéleteim szerint mondok véleményt emberekről, nemekről, bármiről, akkor én farizeus vagyok, ami azért nem egy hálás szerep az evangéliumokban. És vannak nehéz kívási világnak, tehát mit mondunk a kisebbségekről, mit mondunk a cigányokról, mit mondunk a menekültekről, stb. Itt az ember azért tele van indulattal. És nem egy jézusi látásmóddal látjuk ezt az egész történetet.
Jézus azt mondja, hogy akinek füle van a hallása, az hallja meg. Hát mi az, hogy füle van a hallása? Hát kérem, füle ma majdnem mindenkinek van, meg hallása is majdnem mindenkinek van, de azt gondolom, hogy a meghallott jézusi tanítás az változásokat jelent. Ha én meghallom azt, hogy Jézus miről beszél, az azt jelenti, hogy meg is értem, és ebből nekem változásaim vannak. Úgyhogy ez a meghallás úgy gondolom, az életünk alakítása szempontjából az egyik legfontosabb dolog. Tehát mi szennyezi be az embert? Azt gondolom, hogy sok rosszat látok, és sok rossz ítéletet mondok a látásmódom miatt, és ez sokkal inkább beszennyezi az embert, mint az, amit megeszik ebből a világból. Mint amit megeszik. Szent Pál utána nagyon sokat vitázik ugye erről a böjtről, meg hogy mit szabad megenni, meg áldozati hús, meg a piacon, hogy mit veszel, meg mit nem eszel, ugye a zsidóknak a tisztálkodás, vagy a táplálkozási szabálya, ezek teljesen átszüremlenek még. Hát ugye Szent Pál apostol is egy kitűnő művelt zsidó volt. Ugye ő nagyon tudta ezeket az étkezési szabályokat, hogy most milyen dolgokat szabad megenni, ugye a szőrtelen, meg a csúszómászó, meg a disznó, meg a... És akkor ő magának is meg kellett értenie, látomása van, hogy leszáll egy lepelő az égből, és tele van mindenféle tisztátalan állata, és azt mondja neki az Isten, hogy öld meg is egyél. És azt mondja, hogy semmi tisztátalan nem ettem. Azt mondta, hogy amit az Isten tisztává tett, azt te ne tarts tisztátalannak. Tehát át kell gondolni azt, hogy én milyen szabályokat tartok meg, és mit nem. Amit az Isten tisztává tett, innentől kezdve gyakorlatilag Szent Pálnak szembesülnie kellett azzal, hogy ezek a brutális, szigorú, zsidó táplálkozási szabályok, ezek igazából nem érvényesek a kereszténységben. Ha húsvétkor külön disznókölyök képzés, csonkát eszünk, hát a zsidó meg nem enné, ugye, a disznóhúst. Tehát Jézus azért így sok mindent átértékel a Földön. Pogány asszonynak a történetére nem maradt időnk, de legközelebb azért erről fogunk beszélni. Fontos dolgok történnek ott, amikor a föníciai asszony megkeresi Jézus, hogy gyógyítsa meg a lányát. Kutyuskának hívja. A görög szerint kutyuskának hívja. Mikor? 12. Az két hét múlva? Igen. És akkor nincs semmi. Május 12. Május 12.